12. alkalommal tartották meg a Nemzetközi Hurka és Kolbász Fesztivált a Dorjánon. A fesztiválon összesen 135 csapat készített sült kolbászt és hurkát. Vajdaság mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek csapatok. 12 évvel ezelőtt álmodtunk egy nagyot, és ez a nagy álom, ez a mai napra már most valóságá vált. Úgyhogy úgy értékelném ezt az egészet, hogy a fesztiválunk minden évben nagyobb-nagyobb látogatásnak örvend, úgy csapat szempontjából, mint Adorjára látogatóban. A délután folyamán Juhász Bálint is kilátogatott a fesztiválra. Azt gondolom, hogy Adorján megmutatta, hogy a hagyományainkat hogy lehet a turizmus és a település marketing szolgálatába állítani. A disznóvágáshoz sok népi hagyomány tartozik, és van egy bája, van egy ilyen rendje, hogy ezt intézzük, és ezt megmutatjuk másoknak. De az, hogy Adorjánban elérték azt, hogy nemzetközi szintű rendezvény, hogy ma 15-ször annyi embert vendégül látnak, mint amekkora falu lakossága, az azt gondolom, hogy egyedülálló, fantasztikus rendezvény. Ez egyik legnagyobb ilyen gasztro, mezőgazdasági, falu, turisztikai rendezvény, amit Vajdaságban szerveznek, főleg egy ilyen kis településen. A tartományi kormány munkájának köszönhetően az elmúlt 4 évben mintegy 1000 ilyen és hasonló rendezvényt támogattunk Vajdaság szerte, mintegy 100 millió dinárral. Azért is fontos, hogy december 17-én megerősítsük az érdekképviseletünket, hogy ezt tudjuk folytatni a jövőben, és ezt egy 6-ossal lehet megtenni, én erre kérnek mindenkit. A gasztronómiai fesztivál egész nap várta az érdeklődőket. Koncertekkel is készültek a szervezők, a magyarországi Apostol zenekar és Bunyós Pityu mellett az Edda Művek együttese is zenélt.